Kedves nézőink, a továbbiakban is városnéző sétára invitáljuk Önöket. A Korzó Egyesület tematikus városnéző sétákat szervez, de a gyerekeknek szóló múzeumpedagógiai foglalkozásoktól sem idegenkedik. Céljuk az, hogy minél szélesebb körökben mutassák be Kolozsvár történeteit, művészetét, értékeit. Köszöntöm a stúdióban Újvári Dorottyát, a Korzó Egyesület egyik munkatársát. Köszönöm szépen, hogy itt vagy ma. Köszöntök én is mindenkit. És itt ugye az előző percekben éppen végignéztük Szabó Csaba városnéző séta riportját. Mit tanultál belőle, mit fűznél hozzá, mi az, ami megfogott benne? Hát mindenképp az, hogy ugye a 19. század végén mennyire kiszélesedett Kolozsvár, és mennyi minden változott, és hajlamosak vagyunk ezt úgy elfelejteni, vagy arra gondolni, hogy hát ez mindig is így volt, de valójában ekkortól kezdődött a városnak az a fajta terjeszkedése, ami szerintem mind a mai napig tart. És gyakorlatilag ugye ti a korzósok, hogy ahogy szólítanak benneteket, ti is ezt a periódust próbáljátok meg ugye feleleveníteni újra a közvélemény elé tárgyalni. Hogy dokumentálódtok, hogyan szervezitek meg a sétáitokat? Hát ezt az időszakot is, és ugyanakkor ennél régebbi korokban is szoktuk kalauzolni az érdeklődőket, valamint van egy sétánk, ami a kolozsvári negyedekről szól, amelyek a kommunizmus alatt épültek ki, úgyhogy akár egy ilyen hozzánk sokkal közelebbi múltra is szeretünk így kitekinteni. És változik témától függően, de mindig az a célunk, hogy szakemberekkel együttműködve dolgozzunk, hiszen megvannak Kolozsváron azok a személyek, akik egy-egy témának mára nagyon jó ismerősei és ismerői, úgyhogy velük mindig szoktunk konzultálni. Melyek voltak a legnagyobb sikerű sétáitok? Hát talán, amelyre így azóta is, amelyet azóta is emlegetnek, az a 19. századi mulatozási szokásokról szóló. Úgyhogy valószínűleg van valami ebben az 1800-as évek iránti nosztalgiában, ami így mai napig megfogja az embereket. És hát talán amiatt is, hogy ugye az egy sokkal kellemesebb végül is azt mutatja be, hogy merre jártak Kolozsváron, magában a városban az emberek, hol tartottak bálokat, milyen táncestélyek voltak, úgyhogy ez mindenképp érdekes. És gondolom, hogy ugyanolyan érdekes lesz a holnapi séta is. November 1-én ugye a Házsongárdi temetőben szerveztek sétát. Miről van szó pontosan? Hát azt a nevet adtuk a sétának, hogy történetek a Házsongárdról, hiszen maga a temető az már több mint 400 éves, úgyhogy nem is lehetne elmondani azt a rengeteg információt, így mondjuk másfél-két óra alatt, ami ehhez a helyhez kötődik, úgyhogy szelektálni kellett abban, hogy mik azok a részei, amelyeket megnézünk, melyek azok a sírok, amiket meglátogatunk, és hát az volt az egyik ilyen szelektálási elv, hogy tényleg tekintsük meg, hogy régen milyen síremlékeket készítettek, ugyanis ugye ezek a tumbák, ereszes sírkövek voltak az elterjedtebbek a temetőben, és aztán csak a 19. századtól jelentek meg a különböző kripták, amelyek közül kettőbe be is fogunk menni holnap, úgyhogy aki még nem döntött el, hogy jön-e vagy sem, akkor annak mindenképp ajánlom, mert ezek ugye nem nyitott terek, de a Házsongárd alapítványnak köszönhetően sikerül most kettőt megnézni. És hát ez volt az egyik ilyen rendszerezési elv, a másik pedig az volt, hogy lehetőleg olyan személyeket emeljünk ki, akik jelentősek Kolozsvár történetében, de azért valahogy így nem emlékezünk rájuk talán annyira, amennyire kellene. Úgyhogy ilyen helyekre is ellátogatunk. Értem. Dorottya, mit ajánlotok azoknak, akik részt szeretnének venni ezeken a sétákon, nevezetesen a holnapi sétán? Hogyan öltözködjenek? Ugye nagyon sokat gyalogoltok, gondolom, hiszen városnézésről van szó, stb. Tehát azért vannak ilyen kötelezően betartandó dolgok, gondolom, a dologban. Hát, igen, mindenképp öltözzenek fel, mert én az adás előtt kimentem még a temetőbe, és hát nagyon hideg van, úgyhogy hamar átfázik az ember. Az olyan cipő is ajánlott, amelyik bírja a sarat, és annyira nem csúszik, mert ugye a temetőnek a két fő útvonalán fogunk menni, amely jól járható, viszont ahhoz, hogy megnézhessük például Pákeinak a sírját, ahhoz be kell menni egy olyan részre, ami a eléggé sáros. Közé, igen, és az igen. Sár van most.
Értem. Itt ugye Pákeit említetted, megemlítenél még talán néhány nevet, csak azért, hogy felhívjuk még inkább a nézők érdeklődését a holnapi séta iránt? Hát a Petőfi utcai bejáratnál fogunk találkozni, és az evangélikus rész fele fogunk elindulni, úgyhogy itt például meg fogjuk nézni Degládisznak a síremlékét, aki ezt a részt a temetőnek ajándékozta, ahova az evangélikus sírkert épült ki. Ez egy barokk sírkő, úgyhogy ezért is érdekes, hiszen ilyen típusú viszonylag kevés maradt fent a temetőben, de a Mauksinc kriptát is megnézzük, ezt kívülről fogjuk megtekinteni. Majd ugye említettem Pákeit, de mellette van Moll Elemérnek is a sírja, aki szintén építésze volt Kolozsvárnak, és utána az Iktári Betlen kripta fog következni, ahova majd be lehet menni, úgyhogy nagyjából ezek lesznek a séta első részében a megtekintett elemek. Tehát akkor még egyszer a legfontosabb információk, hány órakor? 16 óra 30 perckor találkozunk, és a Petőfi utcai bejáratnál. A Petőfi utcai bejáratnál. Rendben van, és egy olyan másfél-két órás sétára kell ugye gondolni. Még így az utolsó percekben, ahogy beszélgetünk, kíváncsi lennék arra is, hogy melyek, vagy milyenek a visszajelzések azok részéről, akik részt vesznek a sétán. A legjobb visszajelzés az, hogyha jönnek a következőre is, vagy miben méritek a jó pozitív visszajelzéseket? Igen, egyébként erre rájöttünk már viszonylag korán, hogy a legjobb reklám egy sétának az maga a séta, hiszen hogyha valaki részt vesz egy ilyenen, akkor utána tovább ajánlja esetleg csoportoknak, vagy ismerőseinek, akik Kolozsvárra látogatnak, és hát ebből tudjuk ugye lemérni. De egyébként van egy felmérésünk is, amelyet el szoktunk küldeni, és ki lehet tölteni, úgyhogy ott vissza lehet jelezni. Értem. Milyen más sétákkal készültök még így az év hátra levő részére? Hát gyerekfoglalkozásaink lesznek a Vallásszabadság házában, még lesz egy novemberben és decemberben, a novemberi az 23-án lesz, és nem sokára majd erről is lehet bővebben olvasni. Köszönöm szépen, Újvári Dorottya, hogy itt voltál, és mindezekről beszámolhattunk, és sok sikert a holnapi sétához. Köszönjük. Is. Köszönjük.